Hónapok óta tart a Tokai Erzsébet királyni hídjának felújítása. Mint arról már korábban többször is hírtattunk, korszerűsödik és kerékpársávval bővül az átkelő. A biciklisek a munkák befejeztével még biztonságosabban juthatnak el a városba Nyíregyházáról, ha pedig már ott vannak, érdemes lesz körülnézni. Több turisztikai és infrastruktúrális beruházás épül meg ugyanis a településen, annak a 150 milliárd forintos támogatásnak köszönhetően, amelyet 2024-ig biztosít a kormány a tokai zemplén térség fejlesztésére. Folytatódik a belváros rehabilitációs programja ingatlan felújítások formájában. Elindul a tévétorony turisztikai hasznosítására irányuló kiemel beruházás is. Libegővel fel lehet lesz menni a tévétorony tévétoronyig, és ott egy, egy turisztikai látványosságot tervezünk, ami azt jelenti, hogy a tévétorajnak a gombájába lehet lesz majd fölmenni egy lifttel, és onnan teljes panorámában lehet élvezni majd azt a természeti értékeket, amelyet ott fönt lehet majd látni. az gondolom, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon jelentős fejlesztés lesz. Ott ki fog alakulni majd egy kávézó, egy gyors étterem, vizes blokkok. A kormányzati elképzelések alapján Budapest és Balaton után az ország harmadik legjelentő turisztikai régiójává válhat a jövőben a Tokai Zemplén térség. A polgármester szavai szerint ebben a városnak kiemelt szerepe van. Ehhez azonban a közlekedési infrastruktúra további fejlesztésére is szükség van. Az ilyen beruházások közé sorolta a 37-es út rekonstrukciójához kapcsolódva a Bodrog keresztúr és Tokaj közötti út felújítását. A könnyebb megközelíthetőség mellett pedig ugyancsak fontosak a szálláshely fejlesztések, hogy az ide érkező turisták több időt töltsenek el a térségben. A legnagyobb szállófejlesztés fog megvalósulni most Tokajban. Ugye rettentően felgyorsultak az ötcsillagos szárszobás szállodának a kivitelezési munkálatai. Tervek szerint ez 22 áprilisában már vendégeket fog fogadni. Én azt hiszem, hogy ez a beruházás egy jelentős fordulópontja lesz majd tokai turisztikai életnek. Azon túlmenően, hogy egy, egy hatalmas űrt tölt majd be, és Tokahegy alján ugye nem volt ekkora nagyságrendű és ilyen minőségi szálloda, ez egy hatalmas lökést adhat a térségnek és magának, Tokaj városának. A településen más szállodafejlesztés is megvalósul. A cél, hogy ne csak a minőségi szálláshelyek száma növekedjen, hanem az igényes turisták és az általuk eltöltött vendégészakák volumene is. A beruházások mindeközben az itt élők életminőségére is pozitív hatással lehetnek, a munkahelyteremtésen keresztül a népesség megtartáshoz is hozzájárulva. A városvezető hozzátette, a fejlesztések várható befejezésére 2024-re Tokaj új hangulatban és új megjelenésben fogadhatja az ideérkező látogatókat.